tánc, zene, kultúra és gasztronómia is várta a fürgedi minapunkra érkezőket. Az eseményre kilátogatók között főzőversenyt is tartottak. Volt, aki birkát, más sertést választott. A programokon résztvevők közül sokan évről évre megfordulnak itt ilyenkor. Minden adott évben itt vagyunk. Főzünk itt minden birkapörkőt, marapörkőt, akkor halász, egy nyúlpörkőt, minden van. Nagyon finom édesapám nyerte meg az első helyzetet, nekem isteni nekem nagybátyám. És mi volt a kaja? Részeges marhapörkölt. Részeges marhapörkölt. És ki volt a részeg? A séf! Fürgeden szokás, hogy ilyenkor az önkormányzat étellel és itallal lát vendégül mindenkit, aki kilátogat a programokra. Ezúttal sertéspörkölt és savanyúság, valamint ingyen üdítők várták a vendégeket. A kezdeményezésnek természetesen mindig hatalmas a sikere. Ez már a sokadik mi napunk, amit Fürgeden tartunk. Mindig el szoktam mondani, hogy hát mi nem falunapot tartunk, mi napunkat tartunk, bár mindenhol falunap van a környező településeken, mi úgy hívjuk a mi napunk. De egyébként a lényeg az ugyanaz, mint a falunapkor, általában a szisztéma szerint dolgozunk, hogy neves fellépőket hívunk, helyi fellépők, térségbeli amatőr csoportok, tehát ez a, és megvendégük az embereket egy étellel, kis üdítővel, bárki, aki jön Fürgedre ilyenkor. A kajának mind nagy sikere van. Az igazság, hogy a többi településen ezt nem szokták, hogy ingyen adnak kaját, csak egy bizonyos rétegnek. Mi úgy döntöttünk, hogy gyereknapkor is mindenki jelent, falunapkor is, vagy minapunkkor is, igen, termihez már ragaszkodunk ehhez a dologhoz, tehát anyagilag nem jelent sokkal több terhet, mint csak bizonyos réteget étkeztetnénk ilyenkor. Várják a minapunkat, csak az idén úgy érezték, hogy hát igazán a fiatalságnak nem tükrözi az ízlését, akiket fellépőket hívtunk, pedig hát igyekeztünk úgy válogatni, a Milán és Jankó, az a fiatalabb korosztálynak zenél, a Sándor Péter, az pillanatnyilag az ország egyik legnépszerűbb musical színésze, vagy Polyák Liláról meg ne is beszéljünk, tehát minden olyan fellépőnél igyekeztünk, hogy minden korosztályt megcélozzunk, tehát mivel a roma lakosság aránya elég magas nálunk, tehát mi ahhoz ragaszkodunk, hogy mindenben román előadókat hívjunk fellépőket, és szerintem ebbe az évben sem szakítottunk ezzel a hagyománnyal, de szerintem a fiatalok nem annyira ismerik a Milán és Jankot, és amiatt reklamáltak egy páran, de nem sokan nem egyébként. És mondtam nekik, hogy ha esetleg úgy gondolják, akkor tegyenek javaslatot jövőre, akkor figyelembe veszük az ő elképzeléseiket is. Falunapot várják az emberek, igazából szükség van rá. Ugye régen is a rómaiak azt szokták mondani, hogy cirkusz kenyeret, mi nem így mondjuk, mi kultúrát, és igazából szórakozást is biztosítunk a tartalmas időtöltésre. A település szülötte Vasgereben, a kiegyezést követően Jókai után az ország második legnépszerűbb hírlapírója volt. A fővárosban és Bécsben is aktív újságíró, éppen 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Fürgeden. A jeles évfordulóra emlékezve ezúttal tárlatot mutattak be az alkotó életútjáról és munkásságáról. Egy dolgot viszont nagyon sajnálok, hogy az önkormányzatnak most nem volt olyan anyagi eszköz, hogy nívós kiadványt tudtunk volna készíteni Vasgereben életéről és munkásságáról, viszont a kiállítás tartalmaz ezeket a dolgokat, és hogyha az év folyamán vagy a jövőben lesz arra pályázati lehetőség, akkor egy szép Vasgereben kiadvány is megünnepelnénk ezt a kerek évfordulót. A Vasgereben névet egy felvett írói név volt, és hát büszkék vagyunk, hogy Fürged szülötte, tevékenyen részt vett a szabadságharcba, újságot szerkesztett és készített Budapesten pontosabban abban az időszakban. De a népszerűsége vetekedett Jókaival abban az időszakban. Sajnos elég fiatal korában elhunyt, és igazából azt nem tudom, hogy maradtak-e fönt leszármazottjai. Egyszer próbáltam fölkutatni, hogy hát, ha volt neki gyereke, vagy fiúgyereke, vagy lánygyereke, de az igazság nem jutottam sikerrel kapcsolatban, hogy esetleg föl tudnánk keresni a leszármazottak. A programokat Fürgeden este koncerttel zárták.